Üdvözlöm nézőinket, Önök a Sans esélyegyenlőségi magazint láthatják. Mai műsorunkban megismerkedhetnek egy olyan asszonnyal, aki immár 8. éve egyedül gondoskodik lélegeztetőgépen élő fiáról, illetve több mint 80 esztendős édesapjáról. Pálffy Margit története következik. Dávid egészségesen született, 30 évvel ezelőtt pontosan, és ilyen 3 éves kora körül vettük észre, hogy valami nem stimmel vele. És rengeteg orvosnál voltunk, mire megszületett a diagnózis, most nem akarok részletesen annyira belemenni, igazából, és 4 évesen diagnosztizálták nála a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, hogy Duchenne szindromás, vagyis Duchenne-féle izomsorvadása van. És ugye ennek volt egy hosszú folyamata, ami azt jelenti, hogy 4 éves korától 22 éves koráig zajlott le így ez az egész folyamat, mert 22 évesen jött be az utolsó fázis, a legrosszabb, hogy lélegeztetőgépre került. Vagyis most már ennek 8 éve. Reggel 8-kor kelünk a Dáviddal, vagyis hát ő ébreszt engem, ez különben úgy változó, mert valamikor 8:30, valamikor 8:30. És én azonnal kiugrok az ágyból, és jövök hozzá, és körülbelül egy ilyen másfél-két óra, mert én vele végzek, mert ugye reggel is van egy fürdés, aztán megkapja a gyógyszereit, és akkor itt át szoktam törölgetni, főleg itt a leszívó körül, ugye leszoktam fertőtleníteni, itt az ágyát mindent áttörlök, akkor ugye jön a mosdó része, megkapja a gyógyszereket és a reggelit, úgyhogy ha 8 órakor nekiállunk, ilyen 10 körül végzünk, akkor megvan a reggeli, meg mindenen túl vagyunk. Majd aztán ő bekapcsol neki a számítógépet, és akkor vagy a kis vállalkozásán dolgozik, vagy a barátokkal beszélget, vagy épp filmet néz, és akkor én megyek az apukámhoz, a következő, aki megkapja a gyógyszereit, és akkor ugye a mindennapi teendő, főzés, mosogatás, takarítók, néha hamar megy minden, és egész jó, néha 5 percenként mindent abba kell hagynom, mert a Dávidhoz jönni kell. Ez mindig változó, mert van olyan nap, hogy alig kell leszívnom a torkából a váladékot, van, amikor naponta 30-40-szer, hát az egy kicsit nehezen viselem, mert most képzeld el, hogy te csinálsz valamit, és 5 percenként abba hagyod, megmosod a kezed, beszaladok a gyerekhez, leszívom, megint megmosom a kezem, és visszamegyek, csinálom a dolgomat. Úgyhogy egész délután, ugye ez megy így szinte estig, és akkor este az azért nyugodtabb, ugye akkor jön közben az ebéd, akkor este 6-7 óra fele fürdünk, akkor ott megfürdetem, és általában utána már így nyugodtabb szokott lenni, akkor jön mindig egy közös filmnézés, ugyanis sorozatokat nézünk a Dáviddal, és ez ilyen bevált minden délután, van 2 részt megnézünk, és hogyha jól van, akkor én megyek a szobámba, igazából csinálom a dolgomat, és akkor ő este beszélget inkább a barátaival, és ilyen hajnali egy körül, éjfél körül fekszik le. Tud beszélni, csak ilyen a gégemetszés miatt ilyen halk suttogós hangja van, de amúgy írásban kommunikál a barátaival, meg az ismerőseivel, mert másképp nem tud. Mondjuk én megértem, ez suttogós hangja van, és ugye az évek alatt én már megtanultam, én megértem, amit mond. De hát úgy írásban, de néha előfordul nálam is, hogy ugye, hogy akkor nagyon gyorsan akar valamit mondani, mert elég gyorsan beszél a Dávid, és ha nem értem meg, akkor ő leírja a monitorra, hogy mit szeretne. A jobb kezét azt tudja mozgatni. Igen, hát az egy ujját.
A jobb kezén az egy ujja mozog. Neked egy jó csuklód is, de egy ujjal igazából. De szerintem felveszed, ahogy ír. Így irány. Írjál valamit. Írd le egy szót, vagy valamit. Éves az apukám, és ugye ő is több krónikus betegséggel küzdik, de ugye ami a legrosszabb az, hogy demenciával is, és hát nagyon nehéz. Nagyon nehéz, de mivel itt hol vagyok szinte állandóan, ezért igazából így megoldható, vagy nem tudom, hát évek alatt hozzászoktam, na de hát ezért szeretnénk az ápolót, aki eddig besegít nekem megtartani, mert ugye én is egyre idősebb leszek, és egyre nehezebben bírom ezt az egészet. 20 éve elváltam, azóta semmilyen kapcsolatot nem tartunk, sem a gyerekek, nem is kereste a gyerekeket, a gyerekek sem őt, még kicsik voltak, fogalmam sincs, hogy ennyi, hogy mi van vele. És neked hogyan alakul az életed? Tehát mondjuk mikor voltál utoljára szabadságon? Mikor tudtál elmenni mondjuk nyaralni? Hát nyaralni évek óta nem, de most azért ha így, hogy ugye van egy ápolónk, ezért így heti két szabadnapom igazából van, de azt, hogy én így elmenjek nyaralni mondjuk egy hétre vagy két hétre, hát az kizár dolog, nem is tudom, 10x évvel ezelőtt volt ilyen. És az ápolót azt ti fizetitek? Igen. És ezt hogyan tudjátok kigazdálkodni? Hát ezért, hát nagyon nehéz, de egy elég korrekt áról jön. Hát ezért csinálta Dávid, ugye ő vezet egy vállalkozást, hogyha erről szabad beszélni, vagy, és ennek ez volt a célja, hogy mivel én is már betöltöttem az 50-et, és az az igazság mentálisan is, lelkileg, fizikailag, mindenféle téren elfáradtam a fiam és az édesapám ápolásába. Ezért úgy láttuk, hogy szükségünk lenne egy ápolóra, aki hetente két napot itt van és helyettem végzi a dolgokat, de hát ez anyagilag nagyon-nagyon megterhelő, és ezért csinálta Dávid egy vállalkozást igazából, aminek van egy havi 1000 forintos előfizetési díja. Ez egy ilyen költői, írói tevékenység, méghozzá Lélekharcos Klub az a neve, és itt szeretné előteremteni például az ápolónak az árát, az ő segédeszközeinek az árát, és annak az árát igazából, hogy egy otthon lélegeztetési program keretében ő itthon tudjon maradni velem, hogy ne kerüljön vissza egy kórházba. Fennáll annak a veszélye, hogy Dávid elkerül itthonról? Igen, végül is fennáll, és azért ez engem nagyon felőröl lelkileg, hisz ő addig maradhat itthon, amíg tudom neki biztosítani a feltételeket. Ugye benne vannak a segédeszközei, kellene egy gyógytornász, amit ugye folyamatosan nem tudok neki biztosítani, és az, hogy én megfelelőképpen tudjam ápolni, ahhoz meg szükséges egy ápoló is, hogy én azért néha tudjak pihenni. Úgyhogy, hogyha ezeket a feltételeket én nem tudom neki biztosítani, akkor ott automatikusan visszaviszik egy intenzív osztályra. Ugye? Mennyibe kerül egyébként a havi ellátása Dávidnak? Egy mindennel együtt. Szakompak, egyszer kiszámoltuk. Hát gyorsan össze kéne adni, de inkább mondom úgy, hogy az ápoló az 200 ezer forint havonta. Ami azt jelenti, hogy 15 napot jönne egy hónapba elvileg, hogyha ezt ki tudnánk fizetni. Jelenleg csak heti két napot, úgyhogy 8-at, mert 15 napra kérne 200 ezer forintot. Most olyan, hogy mozog a tóni? Most pontosan nem akarok hülyeséget mondani. Azt mondja, hogy 80, milyen gyorsan kiszámolom, 13.500 forint egy nap, 8 nap igazából.
Aztán kellene egy gyógytornász, ami jelen pillanatban most nekünk nincs, mert arra nincs keretünk, de az is heti alkalmanként kellene legalább 3 alkalom, és az ilyen 5 és 8 ezer forint között mozog. A segéd eszközei havi szinten, azok meg egy ilyen 80-100 ezer forint között mozog. Ugye benne van, ami a legdrágább, ugye ez a gigekanülje, amilyen 30-40 ezer forint között mozog, aztán desztillált víz, leszívó, katéter, dekubitus alátét. Értek minket amúgy ilyen szinten támadások, mert van olyan gigemetszet, meg dusenes gyerek, akinek például a segédeszközei 20-30 ezer forinttal kevesebbe kerülnek, mint a Dávidé, és ebből mindig szokott kialakulni egy kis vita. Ugye itt azért mindig maga a szülő dönti el, hogy milyen segédeszközöket vesz. Például mi használunk dekubitus alátétet, ami havi szinten 20 ezer forinttal megnöveli a segédeszközeinek az árát, viszont a Dávidnak ezért nincs felfekvése. Úgyhogy vannak olyan dolgok, ami nem kötelező, amit nem lenne muszáj például megvenni, de mi inkább belekalkuláljuk és megvesztük, mert nekem az a fontos, hogy a Dávid minőségileg is milyen állapotban van itthon, mert nagyon sok sorstársa küzd például felfekvéssel, és hál' Isten nekünk ilyen nincs. Mert még mindig jobb, akkor inkább veszek neki plusz 20 ezer forintért egy dekubitus alátétet, mint hogy kezeljek egy csúnya csontig hatoló felfekvést. Jó így? Meg ugye itt változó függ, például itt a desztillált víz, ez függ sok mindenki, valakinek keves, valakinek fél liter, vagy valakinek 2 liter elég 2-3 napig, valakinek másfél nap alatt, Dávidnak napi 1 liter víz például, és szigorúan csak desztillált vizet lehet venni, ami azt jelenti, hogy neki naponta 1 liter elmegy, és a gyógyszertári desztillált víznek az ára az 1900 forint egy üveggel. Pontosan milyen vállalkozásról van szó, amit szeretnétek egy picikét fellendíteni, hogyha jól veszem ki a szavaitokat? Igen, hát ez egy ilyen lélekharcos klub a neve, ahol a Dávid inspirációs üzeneteket küld minden nap a csoportban lévő embereknek, bárkivel bármikor szívesen beszélget és próbál erőt adni, de hogyha megengeded, akkor igazából felolvasnám. Ugye itt, ha valaki rálép erre a csoportra, ott minden le van írva, és így hitelesebb, ezt a Dávid fogalmazta meg az ő gondolatai, hogy ha úgy érzed, összecsapnak a hullámok a fejed felett, vagy épp nem vagy biztos abban, hogy jó irányba halad az életed, akkor jó, ha van melletted valaki. Valaki, aki meghallgat és támogat a döntéseidben, valaki, aki figyel arra, amit mondasz, és más perspektívából világítja meg a problémákat. Gyakran már az is elég ahhoz, hogy meglásd, a helyzeted nem kilátástalan, csak meg kell találnod a jó utat. Ebben segítek én és az összes klubtag. Közösségben együtt sokkal könnyebb, mint egyedül. És ugye ott akkor leírja a Dávid azt, hogy ki ő. Igazából én azt gondolom, hogy ha valaki belép ebbe, vagy csak rálép erre a lélekharcos klubba, akkor ott pontosan minden kérdésére választ kap, hogy ki a Dávid, hogy mi ennek a klubnak a fő tevékenysége, igazából... Tehát, hogyha jól értem, akkor itt az történik, hogy havonta 1000 forintért cserébe naponta kaphatunk inspirációs üzeneteket a Dávid részéről. Így van. Ez pontosan így van, igen, és akkor ezen belül ugye ő itt bárkivel beszélget, bárkit meghallgat, ha tud, éppenséggel tanácsot ad, elbeszélget vele, de azt azért el szeretném mondani, hogy ez az 1000 forint, ez nem egy kötelező, de nekünk fontos lenne, mert így tudnánk segíteni az, hogy a Dávid itthon maradhasson én velem.
Önök a Chance esélyegyenlőségi magazint láthatták. Észrevételeiket megírhatják a chance@9tv.hu internetes e-mail címünkre, de hívhatnak is bennünket a 0620 297 39 81-es mobiltelefonszámunkon. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, egy hét múlva!